A nagy kiterjedésű Pécs belvárosának egyik érdekessége a magasból nem látható. Ennek megtekintéséhez le kell szállni a mélybe, 30 méterrel a föld felszíne alá. A város alatt ugyanis több emelet mélységű, összefüggő pincerendszer húzódik. E pincék a hagyományok szerint a török időkből származnak, és állítólag kereskedőknek szolgáltak tárolóhelyül, majd búvóhelyül. A mostani feltárás során napról napra új pincékre bukkannak. Amikor alapotásnak, gyakran kerülnek napvilágra könnyen omló mélyedések. Az eső azonban éppen ezért nagy károkat okoz. A mecsekről lezúduló víz ugyanis a pincékbe és az üregekbe folyik, alámossa az épületeket. Az utcákon nem ritkák az ilyen kidúcolások. Védekezésül, betonozással kívánják megakadályozni a beomlásokat, ezért folyik a pincerendszer feltárása, falainak, födémeinek megerősítése. A pécsi pincerendszer értékes, műemlék jellegű részei a 4. századból származó katakombák. Itt eredetileg temetkezési hely volt. Néhány ókeresztény sírkamra szinte érintetlenül maradt meg. Az egyik katakombában látható falfestvény maradvány a pompeji fali képekkel van stílusrokonságban. Értékét emeli, hogy Rómán kívül, csak itt, a pécsi katakombákban találhatók ilyen fali képek.